és szeretettel köszöntjük a hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják, és szeretettel köszöntöm stúdió vendégünket, Darvas Istvánt, Rabbit, aki, aki különböző helyen tevékenykedik. Miből áll egy Rabbi mindennapjai? E, nagyon röviden összefoglalva, nem biztos, hogy ez egy általános válasz, az én mindennapjai szívesen tudok beszélni. Különböző zsinagógákban szoktam imádkozni a hétköznapok során. Vannak olyan zsinagógák, ilyen az egyik a szívem egyik csücske a Nagyfuvaros utcai zsinagóga, eh, ahol reggel 7 órakor szoktunk kezdeni. Most már én is jártam többször. Úgyhogy Igen. Akkor, akkor ismered. Talán még Radnóti rabbi idejéből. Igen, igen. közvetlenül ő volt az elődő annak idején, én is voltam ott rabbi igen. egy igen hosszú időn keresztül. Eh, szóval, hogy vagy a Nagyfúvaros utcába megyek, vagy a Hegedűs -Gyula utcai zsinagógába, ott egy kicsit könnyebben, mert ott 8 órakor kezdünk, eh, és így kezdődik a reggel valamelyik helyen fölbukkanok, imádkozunk, egy ilyen reggeli az körülbelül egy óra, úgy mindennel együtt kis beszélgetés után, és ezt követően én a, a Sejber Sándor e gimnázium és általános iskola felé veszem az irányt, mert október óta én vagyok a kvázi vallási igazgatója az intézménynek, és akkor a munkaidőmnek a legnagyobb része egy hétköznap az az iskolához szólít, ahol részint, ez mondjuk legkisebb mértékben magával a tanítással foglalkozom, inkább megpróbálunk kitalálni az igazgató nővel Kovács Bernadettel karöltve egy olyan metódust, ami a judaisztika oktatás a fejlesztését az segíti majd elő. Egy modellváltás előtt van az iskola, mm -hmm. és körülbelül két év múlva igyekszünk majd az eddiginél is magasabb szintre emelni majd a judaisztika oktatásnak a színvonalát, és ennek az előkészítésében elég sok munkát kell elvégezni meg természetesen az iskolának a folyó ügyeiben is részt venni, szóval, hogy az egy, az egy igazán teljes embert Kihívó. kívánó. De és nincs nagy ez kihívás. messze tőle, hiszen én téged a rabbi Képző Zsidó egyetemen ismertelek meg, tehát az oktatás az valahol ott van a véredben. Remélem, minden esetre a szívemben ott ennek a szándéka, és a, a, továbbra is a, a, az egyetemen is tanítok, továbbra is. E, ott e, heti négy-öt órán van e, körülbelül, Emellett minden héten van három előadás, ez az új időszak, új divatja szerint ez inkább Zoom-on, mint uh -huh. sem élőben. És hát utána pedig akkor, amikor ennek a hétnek így a végéhez érünk, akkor jön az, amit talán valamennyien a legjobban várunk, a szombatok, ami Nálam úgy alakult, hogy vagy Székesfehérváron töltöm, mert ugye a Székesfehérvári közösségnek vagyok a rabia, amikor nem Székesfehérváron vagyok, akkor pedig itt Budapesten, az Izraeli Kulturális Intézetben szoktuk a szombatfogadást, illetve a szombat reggeli imádkozást a saját közösségemmel tölteni. Úgyhogy viszonylag mondhatjuk, hogy sűrűek a Pör, lehetek. Pörgös az életet, pörgös Igen, az, az életet, de egyáltalán nem De az örökkével az... ad erőt, hogy ezeket a kihívásokat meg tud oldani. Igen, ebben bízom. Én szoktam hallgatni a te heti szakaszaidat. Különböző fórumokon, és amikor utól érek egy-egy ilyen fórumot, mindig nagy élvezettel és előszeretettel figyelek oda, amiről beszélsz. A kedves nézőknek mondd már el, hogy mi az, hogy heti szakasz? Gondolom, néhányan tudják, de a többsége nem? Persze. Yeah. A heti szakasz az talán a legfontosabb igazodási pontja a hagyományőrző zsidóságnak, mert hogy minden héten, akkor, amikor nincs mondjuk egy, egy nagyobb ünnepünk, hanem csak egy átlagos hetet töltünk el, akkor a tanulásaink, a figyelmünk az egy adott túrai porció. Ra fókuszálódik, mert hogy fel van osztva Mózes öt könyve, nem ugyanolyan hosszú, és talán nem is biztos, hogy ugyanannyira népszerű, ezt meg velem kockáztatni, heti szakaszra, ami azt jelenti, hogy egy adott héten azt a szöveget tanulmányozzuk intenzívebben, illetve, hogy szombatonként ezt a bizonyos heti szakaszt, ami lehet, hogy három, ez lehet, hogy négy fejezet, fejezet igen. így van, Mózes öt könyvéből, ezt olvassuk föl a zsinagógában a Tóletek a e, és a tanulásainkat is legalábbis... Ez szóró -szóra föl ezt szóról-szóra fölolvassátok. Ezt szóról-szóra olvassuk föl, tehát ezt e, ezt egy, egy pergamemből, egy túratekersből olvassuk föl, és e, hitünk reményeink szerint azt a szöveget olvassuk, amit annak idején a Jóisten átadott Mózesnek a kinyilatkoztatása alkalmával. E, és a, a tanulások pedig úgy néznek ki, hogy minden egyes heti szakasznak kivétel nélkül van olyan része, ami nem csak hogy aktualizálható napjainkra, hanem szinte kiállt a szöveg, hogy aktualizáljuk. És ezeket a tanulásokat, ezeket én megpróbálom mindig úgy irányítani, hogy amellett, hogy megismerjük az elmúlt évszázadoknak, az évezredeknek, azokat a kommentárjait, amit a legnagyobb rabbik tettek a különböző túrai szövegekkel kapcsolatban, megpróbáljuk megtalálni, hogy, hogy ezeknek akár a kommentároknak a tükrében mi az, ami a túrának a számunkra aktuális jelentését hordozza, itt mondjuk 2022-ben Budapesten. És tekintettel arra, hogy a, a, Jóisten a túrája által szól hozzánk, ezt hiszük, ezt gondoljuk, és talán, talán ezt látjuk is, emiatt ez egy vallási kötelesség is megpróbálni, megtalálni a túrának az aktuális jelentését. És ennek a kötelességnek próbálunk ezekkel a tanulásokkal eleget tenni. Igen, nekem egy kedvenc rabbim a Rási. Igen. Mindig olvasgatom, azt hiszem, hogy Rási volt az, az, a sok közül az egyik, aki annyira előre tudott a, a, az indoklásaival hatni, hogy a, a ma emberének tökéletes, tökéletesen el tudja magyarázni egy-egy tórai résznek a, a lényegét, az eszenciáját és a mondani valóját. Feltétlenül ez volt a célja, hogy az olvasók számára, a túrát tanulmányozók számára azokat a bonyolultabb, vagy talán mondhatjuk, hogy érthetetlen mondatokat, amikkel néha találkozunk a turéba, azokat megpróbálja úgy megmagyarázni, hogy ez ne csak mondjuk a, a zsidó értelmiségnek, hanem minden egyes olyan hitű zsidónak, akinek fontos volt a túra tanulmányozása, egy érthető szöveg. szöveg megé változik Rási által. Ő az a, említettem az előbb a különböző túra kommentátorokat, ő, őről a bátran mondhatjuk, hogy ő megkerülhetetlen. Tehát Rásit azt minden héten el kell olvasni, és vannak persze más neves kommentátorok persze. is, de Rási az alap. Igen. És, a, és emiatt talán a legfontosabb. Is. Igen. Hozzám is nagyon közel áll, nagyon szeretem rás itt ö, olvasni, mert fantasztikus, fantasztikus 21. századi gondolkodást fedezek föl benne. Úgy Így van hogy... az ő szavai, azok, azoknak ez a sajátossága, hogy tényleg nem. És azt ugye 1200-as esztendőkben élt? Sőt, sőt ő még annál még, még is egy picit előbb, 1040-ben született, és. És 1105-ben... Bocsánat, 1100-as esztendőkben, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ott az első keresztes hadjárat után után nem sokkal távozott az élők közülre, de valóban, amit mondtál, ez a fontos, hogy tökéletesen úgy tűnik, mintha egy kortárs igen. szerzőt olvasnánk egy sok van. esetben, és azért az ennyi időtávlatában egy óriási dolog. Fiatalság, zsidóság és fiatalság, hogy látod? Hiszen te keresztmetszetében belülről látod, vannak érdeklődő fiatalok a zsidóságon belül, biztos? Vannak, vannak, hál' Istennek. A, az én közösségemet az jellemzi, hogy az egy általában egy ilyen fiatal, vagy, vagy, vagy hogy is lehet ezt hívni, fiatal középkorúakból áll, vagyis olyanokból, akiknél sok, sok családban, hál' Istennek, vannak gyerekek, és a kis közösségünknek az utánpótlását reményeink szerint ezek a gyerekek jelentik majd. Máshol is azt látom, bizonyos zsinagógákban nem állítom, hogy az összesben, hogy elég jelentős számban bukkannak föl fiatalok, és az iskolában is azt érzem, hogy a, hogy a gyerekekben van egy érdeklődés, maga a, a, a hagyományok iránti érdeklődés is, és amit talán megmerem kockáztatni ennél egyel fontosabb, a közösséghez tartozásnak az érzését. Úgy látom, hogy azt, azt, azt igen sokan fontosnak tartják. És ez nem jelenti azt, hogy a gyerekeknek a túlnyomó többsége az ilyen fiatalként bekapcsolódik, és napi vagy, vagy akár csak heti szinten résztvevője egy

Az a cél, hogy ezeket a látogatásaikat a vallásos közösségekben, a zsinagógákban, ezeket sűrítsük, eh, hogy megértessük velük, hogy miért is kell odajárni, hogy megmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen ott mi is történik, hiszen a, az imádkozásaink azok ugye héber nyelven zajlanak, maga a túraolvasás az ugyancsak héber nyelvű, és hát eh, ahhoz, hogy, hogy, ezt igazán valaki élvezni tudja szellemi értelemben, ahhoz, ahhoz ismeretekre is szükség van. És ez a cél, hogy ezeket felépítsük. És, és időre. Idő, pontosan. Mindenféleképpen. Pontosan. Előbb már említetted, de nem, nem, nem kifejezetten, csak egy iskola névben, Sejbert. Úgy gondolom, hogy Sejber Sándor az a rendkívül nagy tekintélyű, tudós és egyben rabbi, aki a 21. Zsí... 21. századi zsidóságot alapjaiban létrehozta. Hogy látod? Sejbernek a, a, háború utáni zsidóságban betöltött szerepe az, az megkerülhetetlen, és valóban ő az egyik, hanem a legfontosabb letéteményese annak, hogy ma Magyarországon azért egy, lehet azt mondani, egy, egy elég intenzív zsidó élet zajlik. Sejber tanárként, mesterként, értelmiségiként és hát egyáltalán nem utolsó sorban közösségvezetőként is olyat tett le az asztalra, amivel minden utána élt rabinak egy, egy, egy jó példát nyújtott, hogy hogyan is kell viszonyulni ez a munkához. Nyilván nem lehet mindent átvenni Seibertől, hiszen akkor, amikor mondjuk ő működött, akkor péntek este a rabi az egy, az egy kultikus hely volt, többek között azért is, mert egy olyan találkozó helye volt ez a budapesti zsidó fiataloknak, ami nem, nem, nem is elsősorban, vagy nem kizárólag mondjuk vallási szempontból egy volt szellemi, mondas. Egy szellemi műhely. Egy szellemi műhely volt, és, és maga egy ilyen, egy ilyen meeting point, egy igazi találkozó hely és akkor számos házasság köttetett ebben a közösségben, és ezeknek Seiber mind az aktív aktív résztvevője volt, ő hozott össze embereket, tehát fantasztikus, fantasztikus rabi volt, és nem csak a tudása, hanem a, a, a közösség iránti... A finomsága. és a közösség iránti elkötelezettsége miatt is, úgyhogy... Kellene most még egy Seiber a 21. században, jó lenne most még egy Seiber, de reméljük, hogy már megszületett, és itt van közöttünk, aki benne. majd fel vállalja. Azt hiszem, hogy a nyomában nem tudunk kérni, de megpróbáljuk. Ez a, a feladat. Ez a feladat. Szerint. Így van. A magyarországi zsidóság és a külföldi zsidóság, európai zsidóság, vagy az anyaországi zsidóság között van azért aktív kapcsolat, pozitív aktív kapcsolat? Ö, van. Vagy a zsidóság inkább egy országon belül, zsinagógán belül főként úgy éli meg a vallásos életét? Ö, egyrészt különböző kapcsolódási pontok vannak, hiszen számos olyan tagja van a magyarországi zsidó közösségek, akinek rokonai, barátai Igen. élnek külföldi országokban, és ez egy ilyen informális kapcsolatot mindenképpen feltételez. Vannak hivatalos kapcsolatok is a Sejber iskolának, az Orzsénak is vannak nemzetközi kapcsolatai, vannak mondjuk ilyen olyan intézmények, az Orzsénak elsősorban Németországban, a Sejbernek elsősorban az Egyesült Államokban, amelyekkel az iskolák, az intézmények, szoros és egyre szorosabb kapcsolatot ápolnak. Tehát létezik egy ilyen egy, egy nemzetközi kapcsolat is, de, de alapvetően maga a a, a, a hitélet az elsősorban a magyarországi közösségem belül zajlik, Igen. úgy, hogy igyekszünk természetesen kitekinteni és jó példákat keresni és kapcsolatot is. Egy furcsa kérdés lesz. Találkozol mindennapjaid során antiszemitizmussal, amikor megtudják, hogy rabbi vagy, vagy pedig úgy ezt inkább a háttérbe, amiről nem is tudsz, vagy, vagy... szóval egy zsidó ember hogy, 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 szembesül ezzel, direkt, indirekt? Ami, Öl... ami nem jó, ami nem jó, és gyorsan letesszük, hogy mi egy olyan országot szeretnénk, ahol nincs antiszemitizmus ahol még a stúdióban sem kell ezt a szót kiejteni, ezt a csúnya szót kiejteni. De egyelőre még ki kell azért, hogy, hogy jövőre ne kelljen kiejteni. Hm. Um, gyakorlatilag a, az én életemben az volt a jellemző, hogy róla mindig tudta a meg a tágabb környezetem is, akik ismertek, hogy zsidó vagyok. És ezt é. te fölvállaltad, és ezt te így élted minden napjaidat, fiatalon is. I igen, de hozzá kell tenni, hogy fiatalon, nem vallásosként, uh -huh. e, jóval tehát a 20 éveim után fordultam a hagyomány felé, de az, hogy én zsidó vagyok, zsidó családból származom, az, az egyértelmű volt, és e, biztos, hogy volt egy-két olyan nevezük így beszólás, ami, 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 ami volt, főleg a fiatalabb éveimben, de de olyan uh, antiszemita jelenséggel én személyesen, tehát tudok róla, hogy van az, ebben Igen, az országban is, mint a máshogy is, de én személyesen nem futottam bele ilyen. Nagyon ]be. jó, nagyon jó, ez, ez legyen így, maradjon így minél tovább. És ez nem egy általános szabály, de, de azt gondolom, hogy... Meg én igyekeztem is, amióta rabi vagyok, különösen igyekszem is arra törekedni, hogy egyrészt a zsidók számára megmutatni azt, hogy a zsidó élet és a, a, a zsidó lét, abban van számos szépség értékes és jó dolog. E, és ugyanezeket én nekem vannak nem zsidókkal baráti szinten, e, is, meg mindenféle szinten kapcsolatom, és igyekszem erről beszélni kifele is. Hogy mi, az, hogy mi az valójában hogy zsidóság, mert én az egyik legnagyobb problémának, mind befele, mind pedig kifele, az információ hiányt látom. Vagy mondjuk hogy a, a, a valós információ hiányát. Igen. Az elfogadásnak sokszor a hiányát, és akkor ilyen, ilyen légből kapott mondások kelnek útra is, aminek nincs valóság alapja, és ezek tudják megnehezíteni oda-vissza egy, egy vallási közösségnek az életét. Nem, nem csupán a zsidóságnak, hanem akár más vallási közösségnek is. Igen, hozzá kell tenni, hogy Magyarországon talán a vallási közösség része a zsidóságnak, mert ugye ez egy, Igen. egy, egy összetettebb Igen. közösség. Tulajdonképpen az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag nagy nehézségekben nem kellett, hogy belefussanak a vallási közösségnek a tagjai. Azok, akik az antiszemitizmus problémának érzik, azok kevésbé a zsidóságnak a, a hagyományőrző vagy vallásos részéhez kapcsolódnak. Igen. Ez, a, ez, a hely, ez a helyzet nagyjából. Ö, Ábrahámi Szövetség, körülmetélés. Magyarországon azért egyre többen csatlakoznak így születés után a zsidó közösséghez. H Pontos hogy statisztikát van ez? Nem, nem is tudnék mondani, az biztos, hogy a, az én közösségemben belül, hogyha gyerekek születnek, fiúgyerekek természetesen, akkor a, a körülmetélés az, az lezajlik. Tehát ez e, természetes. Ez, ez a közösségemben, a közösségem belül igen. E, az, hogy növekszik-e a körülmetéléseknek a száma, vagy nem erről nekem pontos statisztikám, nincs azokkal a rabikkal, akikkel jóban vagyok, és tulajdonképpen mindenkivel jobban vagyok, csak akivel aktív kapcsolatom van, ott tudom, hogy az ő közösségekén belül is rendszeresen vannak Tehát britmillák. Vélhetően ez egy, ez egy pozitív dolog, ami később be fog érni, és egyfajta lendületet tud adni a zsinagógai közösségeknek. Igen, feltétlenül, be, hogy ennek az alapját biztosan megteremti, hát arról sem szabad elfelejtkezni, hogy csatlakoznak is ehhez a közösséghez, tehát olyan férfiak is, akik nem zsidónak születtek, betérnek, és Igen. a zsidóvaláshoz csatlakoznak, és hát természetesen a körülmetérés őket is érinti. Kicsit nehezebb felnőkorban, Igen. Igen. mint gyermekként, Igen. de, de ilyen is van. Sejber Sándor általános iskola és gimnázium oda, nem kizárólag zsidók járnak, vagy járhatnak. Nyilván van egy zsidó mag, amely megadja a zsidóságnak a légkörét, stb. ott is tanulnak a holokausztal kapcsolatos történelmi múltról helyzetekről, tehát ott is próbáljátok átadni ezeket az információkat? Természetesen, tehát mind a történelem tanárok, mind a magyar tanárok, mind a judaisztika tanárok beszélnek a holokausznak a témájáról is, de úgy, hogy, hogy lehetőség szerint ne ez legyen a a fő élménye, a meghatározó élménye az odajáró gyerekeknek, viszont, viszont mindezt úgy, hogy, ezt, hogy tudjanak róla, hogy mit történt. Lábjegyzetben, lábjegyzetben, olvassák, ha főszövegben nem is mindig erről kell beszélni, de, de tudják de pontosan is tud, de, de, tudják ezt pontosan, ez, 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 nagyon fontos, hogy a zsidó múltnak ez a része is legyen ismert számukra. Azzal a kiegészítése, hogy legalább ennyire fontos, hogy a zsidó hagyomány is legyen, illetve az az értékrend, ami ezt a, ezt a hagyományrendszert uralja több ezer éve, az is legyen ismerő számukra. A nőkről is beszéljünk néhány Jó. szót, hiszen most beszéltünk a fiúkról, ugye, körülmetélés. Nők, milyen, milyen lehetősége van egy, egy, nőnek a zsidóságon belül? Mi a feladata? Mi a küldetése? Hogy ne nyúljon túl a saját, a saját határain, de viszont azért nagyon fontos, hiszen valahol az anyai ágon válik valaki zsidóvá, meg nem zsidóvá. Tehát szerepe van, de pontosan mi? A zsidóságnak vannak különböző irányzatai. És a nők szerepét így nem, nem is lehet meghatározni, hogy mit mond a zsidóság a nők szerepéről, Értem. mert ezek az irányzatok eltérőek. Én azt egy személyes tapasztalatomat tudom elmondani. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a, a nők azok ugyanúgy, mint ahogy a férfiak tanuljanak, legyen a fejükben igen-igen sok a zsidó hagyományból, e, és ehhez ma azt látom, hogy elengedhetetlen, hogy rendszeresen járjanak közösségbe is, e, Vagy zsinagógába, vagy zsinagógai közösségbe. Úgyhogy én Gyorsan, ez... hány zsinagóga van Budapesten? Ú, ez egy olyan nehéz kérdés, sok. sok. Eh, sok hogy és húsz között? Annál több, hogyha tehát a neológ, neológ zsinagógák, a, 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 az a zsinagógái, az, az ortodox zsinagógák, közösségek, tehát hogy, hogy mondjuk úgy, hogy 30, de ez most tényleg. Nagyságrend, nem egy, nagyságrendről nem pontosan, igen, de ez egy, mégis egy viszonyszám. Kör, körülbelül. Körülbelül, de, de ha utána számolnánk, akkor csak ezt most nem, nem akarnám húzni az időt. Körülbelül ennyi, és hogy nagyon-nagyon hogy fontos, hogy a, hogy a nők, nők is járjanak, és és vegyenek részt a vallási életben, adott esetben tanuljanak, bizonyos közösségekben a nők tanításokat is adhatnak, tehát ez legalább ennyire fontos, és én, én nem is azt mondanám, tehát voltak bizonyos hagyományos szerepek a zsidó közösségen belül, ami sokszor a a gyermeknevelésre, illetve az otthonnak, a zsidó otthonnak a megteremtésére. És ez nagyon fontos. És ez nagyon fontos is, De. természetesen. De azért nem baj, ha tudjuk, hogy a 21. századnak egy olyan időszakában élünk, amikor ezen felül legalább annyira fontos az, hogy tanuljanak is és tudjanak is, és hogy aktívan, és jól, magukat jól érezve legyenek jelen a zsidó közösségekben, ha azt szeretnénk, hogy a zsidó közösségek azok Égyenek. elég erősek maradjanak. Mindenféleképpen. Azért úgy tudom, hogy a zsidó családokban nem egy gyermek születik általában, hanem, hanem az örökkéveló gazdagan ágya, és, és több gyermek van. Ez, ez, ez ma is így van? Ez ma... Azért természetesen vannak több gyerekes neológ családok is Budapesten, de az, hogy sok gyerek legyen, az inkább az ortodox családokban. az ortodoxok, inkább. De, természetesen, ez azt hiszem, hogy mondjuk a, nem ortodox zsidókságon belül nem haladja meg a, gyermek vállalási kedva nem zsidó közösségeken belül. Tehát azt mondanám, én azt gondolnám, hogy az a nagy átlagos. Igen, a nagy átlagos. Nagyon Az ortodoxoknál viszont ott több gyermek van. Az ortodox családokban több gyermek van, ott ilyen négy, öt, hat, hét, nagyon sok gyermek van egy családon belül, nagyon jó őket látni. És neológ, zsinagógák tartják egymással a a jó baráti kapcsolatot, tehát néha meglátogatják egymást, vagy hogy, hogy gondoljuk mi ezt? Maguk el? a látogatások inkább egy egyirányúak, tehát a neológ közösségnek vannak olyan tagjai, akik nagyon szívesen mennek ortodox zsinagógába is alkalmanként. Igen. Az ortodox testvéreink nem, nem jönnek a neológ zsinagógákba imádkozni, vagy csak nagyon kivételes esetben. Igen. És szerintem több olyan ember is van, akikkel, akikkel jó viszonyban vagyunk, tehát de ezek inkább informális kapcsolatok, mint formálisak, tehát baráti viszonyban vagy, vagy legalábbis erősen fele baráti viszonyban vagyunk az ortodox testvérekkel. Rumbach. A, egy csodálatos ékszer, a rumbak zsinagóga, nem olyan rég lett felújítva, átadva, én is ott voltam az átadási ünnepségen, hogy épül be a rumbak zsinagóga a zsidóság mindennapjaiba? Mit vállal, mit csinál, mit tesz? Nyilván ott egy nagyon erős kulturális hatás és kulturális élet is folyik. Hogy látod? Egy, egyenőre én is érdeklődve figyelem a, a, a rumbaknak a sorsát, hogy pontosan hogy fog ez kibontakozni. Az biztos, hogy egy sok szempontból érzelmileg is ez egy meghatározó épülete a budapesti zsidóságnak, és látszik, hogy vannak törekvések arra, hogy a rumbakban egy élénk adott esetben, bizonyos értelme, még hitélet is és kulturális élet bontakozzon ki, én csak drukkolni tudok, hogy ez, ez meg is fog. Reméljük stúljon. hosszú távon ez így Ú, fog sikerülni. Legyen. Uh, Izrael. Mikor jártál Izraelben? Az Erecben. Oh, én uh, utoljára 2019-ben, most így a koronavírus alatt sajnos egy picit, uh, picit nehezebb is volt menni, meg nem is nagyon uh, tudtam utazni. Igyekszem, hogy reményeim szerint ebben a, ebben a naptári évben valamikor Bílágos. eljutok újra, és... Uh... Hogyan, hogyan, egy rabbi, hogyan megy Izraelbe? Az a második otthona, vagy az az első otthona? Ha itthonról hazamegy, vagy otthonról hazajön, vagy hogy érzed ezt? ez is biztos, hogy, hogy egyénenként más és más. Én, én Izraelhez ezer szála kötődöm, nagyon-nagyon szeretek ott lenni. Vannak olyan, olyan részei Gyorsan elárulom, én is. <gül> <gül> ami, ami különösen kedves. Én ezt így nem is tudnám definiálni, hogy a második vagy harmadik otthonom, mert ezt, ezt nem tudnám pontosan meghatározni, de egy olyan hely, ahol, ahol otthon érzed ahol, magad. A, ahol, ahol, ahol otthon vagyok, feltétlenül. Darvas István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az örökké való áldását kívánom életedre, munkásságodra, rabbi hivatásodra. Köszönöm, nagyon a köszönöm a beszélgetést. jókat kívánok. Elköszönünk a kedves nézőktől. Önök a vallás és kultúra című műsort látták. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, Isten áldjon Önöket!